Ha egy megbízható magyar oldalról szeretnél FIFA coint vásárolni, látogasd meg a Hunfut coint. Link a leírásban. Na szavaztok srácok, itt vagyunk a játékos karrier módunk 5. részében, és egy kicsit megnézzük a játékosunk statisztikáit. Ahogy láthatjátok, 72-esek vagyunk, már 5-öt fejlődtünk a szezonban, ami azt jelenti, egy kis egyszerű matek, 72-ből 5, 67, 67-es összértékkel kezdtük, és 5 rész alatt fejlődtünk 5-öt. Azért az nem rossz annyira szerintem. És akkor nézzük meg, hogy miket tettünk hozzá a csapat győzelmeihez, vagy legalábbis a meccsekhez. Ugye a szezon előtti kupán 5 meccset kaptunk, ez alatt 2 gólt szereztünk, illetve 1 gólpasszt osztottunk ki. A Bundesliga 2-ben pedig 4 mérkőzés alatt ugyanez a mérlegünk, egy kicsit jobb. Illetve a német kupában 1 meccset játszottunk, az annyira nem jött össze, de túlélhető az eredmény. Onnan is tovább jutottunk, úgyhogy lesz még alkalmunk a kupában is bizonyítani. Illetve itt vannak a statisztikáink. Mindenünk eléggé jól fejlődött már, kivéve a vision, a büntetők, illetve a reakciók. Meg természetesen a kapus képességek, de hát ez nem is nagyon fog fejlődni. Úgyhogy igazából teljes mértékben elégedett vagyok. Úgyhogy eddig jó ez a sorozat, remélhetőleg ezután is ugyanígy tudjuk folytatni a jó szereplést, és ahogy láthatjátok, 4 meccs után 10 ponttal az elsők vagyunk. Igaz, hogy csak gólkülönbséggel, de az se rossz annyira. És akkor kezdjünk is bele a játékba. Első mérkőzésünk hazai pályán a Braunschweig csapata ellen lesz. Jó lenne lőni 1-2 gólt, vagy kiosztani 1-2 asszisztot. És itt is vagyunk. Erste FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig. Jó kis mérkőzés lesz. Remélhetőleg be tudjuk húzni a meccset, és ezáltal meg is szerezzük a 3 pontot. Kumbélára ott figyelni kell, mert ő volt az előző hónap legjobbja. Remélhetőleg a védőknek menni fog a védekezés. Ajaj, Kumbéla. Na, erről beszéltem. Jól van. Első gólunkat kaptuk a szezonban. És az egyik legnagyobb esélyes a gólkirályi címre. Kumbéla. Azért mondom Kumbélának, mert Kumbéla. Na, amúgy Kumbélának vagy mi a szarnak kell ejteni. Na mindegy. Túlbeszéltük a dolgot. Az egyszer biztos, hogy elég szépen bevágta a srác. Nem volt ez egy csúnya gól, csak hát sajnos nem mi lőttük. Az gól. Úgy van. 5. gólunk a pályafutásunk során. Csodálatos. Kiegyenlítettünk a 36. percben. Ez egy fontos gól lehet, ugyanis nagyon-nagyon keveset van nálunk sajnos a labda. És hát ilyen 1 perc alatt kell villanni. Elég nagyot. Most ez összejött szerencsére, és be is vertük elég szépen. Nagyon jó! De közel volt! Majdnem megszereztük csapatunk számára a vezetést. Azaz Burgstaller mekkorát védett a kapus, de szép helyzet volt. Nem is Burgstaller lőtte, de mindegy. Az a lényeg, hogy nem volt ez egy rossz lövés, csak sajnos ott volt a kapus. És ilyenkor cserél le. Na mindegy. Az a lényeg, hogy valószínű pontot mentettünk a csapat számára, és ez egy fontos dolog. Na most ez egy érdekes dolog. A 93. percben lettünk lecserélve. Akkor 1-1 volt az állás, és 2 perc volt a hosszabbítás, tehát elvileg már le kellett volna fújja a bíró a meccset. Viszont 3-1-re nyertünk, nem tudom, hogy hogyan, de jól van, köszi FIFA. Nagyon szépen megcsináltad. 3 pontot szereztünk, ezzel pedig tartjuk magunkat az első helyen, sőt, a Lipcse pedig csak egy döntetlen tudott játszani, úgyhogy hibátlan a dolog. Na mindegy, tényleg egy érdekes dolog, de hát mindegy. A lényeg az, hogy a következő meccsünk az SV Sandhausen csapata ellen lesz, akik jelenleg a 4. pozícióban állnak, és idegenben fogunk játszani, remélhetőleg meg tudjuk verni őket is. És itt is vagyunk! SV Sandhausen, Erste FC Nürnberg. Jó meccs lesz.
a negyedik és az első fog csatázni a három pontért, és ahogy láthatjátok, kipróbáljuk ezt a klasszikus meszt, mert igazából miért ne. Remélhetőleg meg tudjuk nyerni a mérkőzést, jól jönne most a három pont, igaz, hogy vezetjük a bajnokságot, de jó lenne meglépni a lipcsei alakulat elől. Az jó, és a lövés, és valahogy fölé pattant a védő lábáról. Nem volt túl szerencsés a blokk, mármint a mi részünkről. Budabúz, az jó! Azt a mindenit! Hát azt azért be lehetett volna fejelni, de szerencsére Kratz barátunk úgy döntött, hogy inkább mellé puffantja. Jól tette. Burgstaller! Jézusom, azt miért nem fogta meg simán a kapus? Esküszöm, engem ijesztett meg. Ma azt hittem, hogy bemegy. Kicsit késnek a reflexek, öcsém. Az igen. Az lövés! Ó, de nagyot védett a kapus. Most aludtál volna inkább be, testvérem. Mondjuk én ollózni akartam, de hát sajnos nincs meg az a... specialitásunk, vagy nem tudom, hogy kell mondani. De hát ez nem volt egy rossz lehetőség. Egyenesen megy, és nem megy vele senki. És majdnem bepuffantja. Öcsém, hagytuk, hogy menjen. Én mentem vele, csak az a probléma, hogy nem voltam elég gyors hozzá képest. Na mindegy. Majdnem gólt kaptunk. És ennyi volt számunkra a mérkőzés. Mövland érkezik a helyünkre. Remélhetőleg betalál egyszer-kétszer. Majd meglátjuk. Nem volt életünk legizgalmasabb mérkőzése. Nem is volt annyira szar. Egy ilyen közepes dolog volt. Na, srácok, hát megint be tudtuk húzni a mérkőzést. 2-0 lett a végeredmény. Azt hiszem a 88. percben jöttem le, amikor még 0-0 volt. Utána gurítottunk lazán 2-t. Úgyhogy igazából nem rossz. Most viszont a Duisburg gárdáját fogjuk fogadni hazai pályán. Ellenük már játszottunk egyszer a szezonban, méghozzá a kupában, így is van. Akkor 1-0-ra tudtunk nyerni idegenben. Remélhetőleg most hazai pályán meg tudjuk őket verni megint. Ahogy láthatjátok, elsők vagyunk. Vagyis hát nem vagyunk elsők, de hogyha nyerünk, akkor megint csak elsők leszünk. Ugye meccs hátrányban vagyunk, a Duisburg pedig 18. helyen van, 6 meccs után 0 győzelem, 3 döntetlen és 3 vereség. Úgyhogy elvileg nem lesz nehéz dolgunk, de azért ne bízzuk el magunkat. És itt is vagyunk, jó kis esős mérkőzésen, telt ház előtt, remélhetőleg meg tudjuk verni az MSV Duisburgot. Elvileg könnyű dolgunk lesz, gyakorlatilag, mint ahogy mondtam, nem szabad elbízni magunkat, de azért reménykedjünk a legjobbakban. Ajjaj! Ajjaj! Ez így nem tetszik! Jesszus Mariska! Nyomottunk egy öngolt és büntetőt ítélt a bíró. Jó, ebben viszont benne van az, hogy kihagyja az ellenfél. Mondjuk elég kicsi rá az esély, de benne van. 1-0 a Duisburgnak, akik eddig full utolsóak, és egyből itt a 7. percben megszerzik a vezetést. Ezért mondtam, hogy nem szabad elbízni magunkat. Burgstaller, jön a beadás, gól! És nem. Kihagytuk. Hát ez csodálatos volt, Simon. Ezt úgy lazán be lehetett volna fejelni. Ez 2. Jó, le sem volt a csatár szerencsére. Hát eddig alázva vagyunk, de nagyon. Az utolsó helyezett ellen. Ez így nem lesz jó. Ott van az egyenlítés, Sebastian Kerk. Így van. Gyönyörűen megoldotta egyedül. Nem kellett ide senki más, csak egy szar passz. Nagyon szép volt. Nem fogta senki, azt gondolták, hogy nem lehet veszélyes.
aztán végül is eléggé az lett, sőt, nagyon, ugyanis ki tudott egyenlíteni. 1-1 az állás, jó lenne szerezni még egy-két gólt. Oké, számunkra ennyi lett volna a mérkőzés, 82 percet voltunk a pályán. Nem játszottunk annyira jól, de nem is voltunk túl szarok, megint csak egy ilyen közepes teljesítmény. És sajnos most döntetlen maradt a végeredmény, 1-1. Nem volt ez egy rossz meccs igazából, de nem is vagyok elégedett vele. És ahogy láthatjuk, a Red Bull Lipcse megszerezte a 20. pontját is a 8. mérkőzésén. Ugye még mindig le vagyunk maradva úgymond egy mérkőzéssel. A gólkülönbségünk ugyanannyi, viszont a 3. helyezett Düsseldorf otthonába fogunk ellátogatni. Úgyhogy nem biztos, hogy meg fogjuk tudni előzni őket a következő fordulóban, de reménykedjünk benne. Viszont már ennyi lett volna, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg. Én köszönöm a figyelmet, szevasztok!